Sziasztok, én Csenge vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Hát ebben a videóban, ahogy látjátok, egy másik speedbuildet csinálok. És az ötletet Eleanor Lyer-től vettem. Mert hát csak annyi, hogy az alakját vettem tőle. Egyébként ő a ház alapjából egy ilyen őszies hangulatú házat készített, én viszont egy miért kibököm? Szóval én viszont egy ilyen nyaralószerű házat készítettem. A tetővel itt majd lesz egy vágás, mert nagyon-nagyon sokat bénáztam vele, mert eredetileg más miatt akartam. Eredetileg üvegtetőset akartam, de végül, ahogy látjátok, nem az lett. És igen, tudom, ezt is itt megcsinálhattam volna normálisabban, hogy mondjuk az egész házat odébb rakom. De nem mindegy. Hogy egyesével raktam állandóan odébb a cuccokat, de azt hiszem mindentől kezdve már nem pakolászom odébb. De igen, és ezt egyébként, ezt a házat úgy készítettem, hogy ilyen kicsit az ilyen természethez kapcsolódó házat összevontam egy kicsit a modernnel, mivel a konyha meg a fürdőszoba egy kicsit modernebb, viszont a hálószoba az szinte teljesen más, szóval azt majd látni fogjátok a videóban is, illetve a majd a képeken is a videó végén. És hú, nehéz lesz végigbeszélni ennyi mindent. Igen, itt elég sokat bénáztam igazából a fürdőszoba alakjával. Csak ugye fel van gyorsítva. Ha jól tudom, 5,5-szeresre gyorsítottam fel, és így azt hiszem ilyen 12-3 perces videó lett. Igen, egyébként ezt majd így meg fogom fordítani, hogy a konyha felől lesz a kétszeres, és a szoba felől lesz egy egyszeres, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mindegy, majd a videóban úgy is látni fogjátok, vagy már nem tudom, hogy csináltam. De az egy lényeg, hogy majd látni fogjátok, hogy is alakult végül. Igen, egyébként fogalmam sincs, miről tudnék beszélni. Egyébként 9 óra van pont most, ahogy megnéztem az időt. Nagyjából egy olyan másfél órán keresztül csináltam ezt a házat. 20x20-as területre, ugye sajnos nem tudjátok letölteni, mivel nem eredeti a Sims-em, és igen, most alakítottam át a szoba alakját, vagy a fürdőszoba alakját. Szóval nagyjából ilyen másfél órán keresztül építettem ezt a házat. A ház tulajdonságai pedig az, hogy otthonos, csendes, és ez a ilyen szélfuvallat, vagy nem is tudom mi, mindegy, az a képe, a tulajdonság nevét, vagy nem tudom, micsodáját már nem tudom. Mindegy, igen. Egyébként a mai napra is egy SSO-s videót akartam készíteni, de hát nem tudom, reggel játszottam SSO-val. Elkezdtem lovat edzeni, de aztán nagyon-nagyon-nagyon meguntam, és
Nem tudom, utána abba hagytam. Aztán elkezdtem simszezni. Aztán ebédeltünk, aztán mentem ki a lovakhoz, kicsit leápolni, meg vezetgetni, mert ilyen szabadidomítás-szerű cuccmókot csináltam. És majd szeretnék ebből is videót, csak nem tudom, hogy nem igazán vlogoltam még eddig. Mert hát úgy vlogoltam eddig, hogy régebbi csatornán volt egy-két vlogom, meg ilyenek, de az már törölve lett. Na mindegy. Egyébként írjátok meg ötleteiteket, hogy ti milyen videókat látnátok szívesen, mert őszintén megvalva nekem nincs igazán túl sok ötletem ezeken a SSO tréninges videók, meg főküldizős, mellékküldizős videókon kívül, meg Sims 4 speedbuilden kívül nincs túlságosan nagyon sok ötletem, és ezért kérlek titeket, hogy írjátok nekem kommentben minél több ötletet, és majd azok közül válogattok, és majd lesznek olyan videók, szóval tényleg minél többet írjatok, hogy majd kiválasztassam a tieteiteket. Mi van? Szóval a tieiteket is. És ja, jut eszembe, hát várjunk már, ha van még, ha jó parasz vagyok. Szóval van még egy Sims 3-as sorozatom is. Szóval szerintem azt is folytatom, ugye ez a suttogó. És ja, egyébként ahogy látjátok, már a hálószobát majdnem befejeztem, de majd még csinálok rajta egy-két simítás, majd meglátjátok. Illetve ide bentre csináltam egy kis étkezőasztalt, ami két személyes, és eleinte nem tudtam, hogy hogy rendezzem el, hisz ha elfordítom, akkor sokkal nagyobb, olyan, mint a nagyobb helyet foglalna. De aztán végül nem forgattam el. Na mindegy. Ja. Hú. Nehéz ennyi mindent végigbeszélni, de már a videó felén túl vagyok. Még nagyjából egy olyan 5 perc. És vége. Én sem volt még, hogy ennyire vágrom a videó végét. Na mindegy. Egyébként oda a kis sorokban nem tudtam elején, de eldönteni valami mi az hangfalat, vagy hangszórót rakjak oda. Aztán végül eszembe jutott, hogy na várjunk már, még nincs is könyvelés volt ebben a házban. Szóval végül oda raktam egy ilyen négyzet alakú könyves polcot, ami személy szerint az egyik kedvencem, igazából amin nem falra rakható. És már is áttértünk a külső részre. És itt most azzal bajlódok, hogy milyen kerítést kéne rakjak. Eleinte nem akartam valami túl magasat, csak akkorát, hogy úgymond elsenek ki. De hát végül is ennél magasabb skálnál döntöttem. És ide kintre lesz egy érkezőasztal, ahogy látjátok, és igen, most fog mindjárt leesni nekem, hogy ez egy nem érkezőasztal volt. Na mindegy. Igen. Szóval aztán itt a színekkel bajlódtam, nem tudtam, hogy milyen színű legyen, de nem nagyon meg lehet. És egyébként bocs, hogy itt tök össze
össze-vissza beszélek. Csak mondom, ami eszembe jut, hogy így kitöltsem a rendelkezésre álló időt. Aztán... Ja igen, ide meg raktam növényeket, bár elég érdekesen néz ki egy kicsit. Szóval, ha leveszitek a falakat, akkor a fönti növények azok látszani fognak. Ez az egy baj van vele. De ha nem akarjátok oda rakni, akkor természetesen nem rakjátok oda. Egyébként nekem ez a ház személy szerint egészen tetszik. Bár néha-néha volt egy-két olyan érzésem, mintha olyan lennék, aki nem túl sokszor épít Sims-ben házat, és csak így pakolgatja össze-vissza ezeket a dekorációkat. Na mindegy, de nem tudom, nekem így tetszik, és túl sok az ésem, na mindegy. Igen, és ez már a videó tényleg egészen vége. Mivel egyébként elfelejtettem növényeket rakni, hiszen ha nem rakok növényeket, akkor elég kopasz lett volna ez a terület, de utólag még bekapcsoltam a videót, bocsi, csak csettintettem, és raktam bele fákat, illetve a tábortűznek, illetve ennek a patkó dobáló cuccnak, aminek nem tudom a nevét, hát földet raktam, illetve megcsináltam még az utat, és a házat is körbe színeztem, hát idézősen színeztem földdel. És szerintem nem is lett olyan rossz, nem is lett olyan kopasz, annyira nem is túl zsúfolt ez a ház. Szóval, hogyha tetszik, akkor mindenféleképpen próbáljátok meg lemásolni, hiszen ugye nincs, nem eredeti a színszem, hanem tört színszem van. Igen, tudom, amikor az Origin kirakta ingyenesre a játékot, simán letölthettem volna ingyen. De nem tudom, őszintén megvalva nekem sokkal jobban kellenek a kiegészítők, és nem szeretnék rá pénzt pazarolni. Tudom, lehet, hogy nem pazarolnék rá pénzt, de nem tudom, szóval szüleim feleslegesnek találják, és így inkább nem veszem meg őket, és ilyen, elmegy a hangom, és már egy ideje a screenshotokat látjátok. Szóval ennek a videónak itt is lenne a vége. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és írjatok kommenteket, hogy milyen videókat szeretnétek látni a csatornán. Szóval találkozunk a következő videóban. Sziasztok!